érkezik a fürdőbe. Természetesen póker szálos felsőben. Nézzük meg a szobát. Két hatalmas ágyjal, minibárral, tévével, hát ugye személyre szabott programokkal, íróasztal, fotel, és a kedvencem az erkély, nézzük meg az erkélyt. Második szüneten a versenyen, 30 ezer zsetonra kezdtünk. Elején lementem ilyen 11-12 ezerre. Most ilyen 19-20 ezer zsetonom van, úgyhogy gyerünk hajrá tovább. Harmadik szünet van, lassan 8 órája megy a verseny. 26 ezeren van, most már kezdek eléggé fáradni, de már nincsen sok hátra már, úgyhogy ezt még kibírom, ezt a keveset. Elég bosszantalan ért véget sajnos a verseny. 9 óra játék után volt egy hosszabb 1 órás szünet. Ekkor ilyen 40-45 BB stack-en volt. Mikor visszaértem, egyből ászpárt kaptam. Az egyetlen friss az asztalnál 6x-et hívott előről, ezt nyilván 3-be teltem, amit lekollolt, a flop 8-7-5 rainbow, friss egyből pedonkolta az all-int előről, nyilván snapkolloltam, mutatott egy ász 9 offot, egy lyuksora volt, amire turnen instant kiszolgálás kapott a 6-os formájában, így ezzel sajnos kiestem. Hát több mint 80%-os favorit voltam a floppon, nem sikerült megnyernem. Közel 100 BB spot volt, amivel hatalmas stack-em lett volna már, közel kerültem volna a fizetős helyekre. Kicsit szomorú vagyok, de van itt még jó sok idő, mint Szocsiba, úgyhogy ki tudom heverni a dolgokat.